régen voltunk itt Debrecenben, és úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttünk, meg ami jó volt, hogy végre szakadt az eső, ugye ez látszott a tömegen is, napsütés, nagyon szeretjük Debrecen. Komolyan mondom, kicsit közelebb hozzuk a kordont, hogy nevet pont a gerincedre, hogy beugrasz. Figyelj, lassan itt tényleg elkaptak, te mit dobálsz éppen? Ezt kérlek szépen gumilabda, felfújhatja a közönséget, és utána egybe ugrik be. De nem, az azért jó, mert a János kidobja, és a szembeszél így visszafújja mindig, és az első sorban négyet kapott fejenként mindenki, hátsó sorban meg nem jut. Mondjuk igen, a óriás gumi azért az jó nagy. Hármas ugrás játékosunk, a München játékosunk. Mindjárt játékosunkat megtaláljuk. Jöjjön, drága! Ágikám, hogy nevezték Mátyás király zsoldos hadseregét? Hát ez a nagyon könnyű kérdés. A fekete sereg. Hogy esett önre a választás? Teljesen spontán. Ott voltam elől. Kivel tetszik elmenni majd az útra? Hát az előtt nagyon hirtelen jött, tehát nem gondoltam végig. Hát a családban valakivel, vagy a baráti körből. Köszönjük szépen!